A zsúfolt hétköznapok mellett természetes, hogy egyre nagyobb az igényünk önmagunk kényeztetésére. A testi-lelki feltöltődéshez elengedhetetlen, hogy kipihenjük magunkat. Sőt, az sem mindegy, hogy ezt milyen környezetben tesszük. Ebben a hotelben minden feltétel adott ahhoz, hogy megszabaduljunk a mindennapi stressztől, például itt a wellness részlegben. Sauna van a vendégeink kényelmére, infrafin sauna, öltözők vannak, egy jacuzzi, egy benti úszómedence és egy kinti úszómedence. És a hatodik emeleten pedig a wellnessünk alatt egy fitness terem várja ugye a sportolni vágyó vendégeket. A wellness részlegnek nem csak a kialakítása exkluzív, a vendégek a panorámában is gyönyörködhetnek. Mert Budapest látványosságait lehet megnézni, szemügyre venni, ugye a Gellért-hegytől egészen a Budai várig, a zsinagógának a teteje, vagy éppen a bazilikának a tetejét is lehet látni innen föntről. Ami még érdekesség, hogy augusztus 20-án a tűzijátékot is lehet innen nézni, tehát még azt is nagyon jól meg lehet tekinteni a wellness részlegünkből. És hát kint pedig ugye ejtőzni, pihenni lehet így, egy ilyen kis oázis a vendégeknek, ahol kicsit nyugodtan ki tudnak kapcsolódni a fáradt séták vagy városnézés után. Ez most egy olajos relaxáló masszázs. Ez egy gyengébb simító jellegű. Általában ezt szokták itt kedvelni, mert mondjuk van svéd masszázsunk, ami erősebb jellegű, de ide általában pihenni jönnek, úgyhogy a relaxáló masszázs szokták választani. Az aroma vagy a holtengeri sósfürdő után kifejezetten ajánlott egy kényeztető masszázs. Nem csak ellazítja az izmokat, de enyhíti a szorongás és a depresszió tüneteit, sőt az anyagcserét is fokozza. A masszázshoz olívaolajat használnak, amit illóolajokkal gazdagítanak. Különböző testkezelésünk van, még például teljes testrodírozás, amit nagyon szeretnek, vagy esetleg testpakolás, megnyugtatja és felfrissíti az embereket. És ha már kényeztetés, akkor nem maradhatnak ki a különleges ételek sem, amelyek speciális eljárással készülnek. Sous-vide technológiát alkalmazunk, ami egy ilyen hőkezelési eljárás az étteremben, és ugye a húsokat előre egy ilyen vákumfóliás eljárással előre hőkezeljük, ez egy több órás folyamat, és ebben a vákumfóliában tároljuk, utána pedig amikor ide jönnek a vendégek, akkor meg csak gyorsan ugye frissen kisütjük és felmelegítjük elkészítjük ezeket a húsokat, és amikor ezek elkészültek, gyorsan már a tányérra tudjuk tálalni, tehát ez is egy kicsit így az új technológiáknak az alkalmazása az étteremben, amit mi alkalmazunk. A hotelben azok is megtalálják a számításaikat, akik valamilyen speciális étrendet követnek. Az étlapunkon külön jelöljük a diabetikus és a gluténmentes ételeknek a szelekcióját, tehát választékát, ezeket külön feltüntetjük az étlapon, és ezek között tudnak rendelni előre a vendégeink, plusz odafigyelünk a desszerteknél is, ugye, hogy vannak diabetikus desszertek, és van egy külön szelekció, válogatás a vegetáriánus ételt kívánó vendégek számára is. A vendégek a nap végén antiallergén anyagokkal felszerelt art déco stílusú modern szobákban pihenhetnek.